A 20. század magyarságot érintő legnagyobb tragédiájára közösen emlékezett a megyei önkormányzat, a megyei kormányhivatal és a nyíregyházi önkormányzat a megyeháza dísztermében. Minnai Győző kormány megbízott köszöntőjében azt hangsúlyozta, a trianoni békediktátummal a nagyhatalmak egy igazságtalan döntést szentesítettek, hazánk pedig nem volt felkészülve arra, hogy elveszítse területe kétharmadát, népességének egyharmadát. Mégis megmaradtunk, mégis egyben vagyunk, a magyar nemzetnek van tartása, és tulajdonképpen a honosítással, a kettős állampolgárság megszavazásával, hiszen ezt is 2010-ben a parlament az első törvények között szavazta meg, magam is büszke vagyok arra, hogy ott lehettem, ezzel az egyszerűsített honosítással, amikor nem kell állampolgársági vizsgát tenni, hanem a papírokat kell összegyűjteni, és igazolni kell, hogy valaki tud magyarul, és hál' Istennek, nagyon sokan igényelték. Konkrétan is meg tudom mondani, 450 ezernél tart a kettős állampolgárságot, a magyar állampolgárságot igénylők száma. A rendezvényen Sesták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár Bereg megyei közgyűlés elnöke elmondta, június 4-e gyásznap a magyar történelemben, a békediktátum aláírásával családok, közösségek szakadtak szét. Az országgyűlési határozat új tartalmat igyekezett adni ennek a fájdalomnak, és a nemzeti összetartozásról próbálunk beszélni, megemlékezni, és hát nem csak ilyenkor, hanem ha lehet, akkor minden nap tenni olyan állami programokkal, olyan önkormányzati rendezvényekkel, olyan testvér települési kapcsolatokkal, amelyek ezt az összetartozást valóban mindennapivá teszik, vagy minden nap megélhetővé teszik. Az ünnepségen az emlékezők megtekinthették a nyíregyházi Eötvös József gyakorló általános iskola és gimnázium előadását, majd a felvidéki Péderi vegyeskar műsorát.